A levéltár feladata, hogy segítse a helytörténeti írásokat egyrészt előadásokkal, másrészt pedig forrásoknak a közzétételével. Most egy olyan forrás sikerült Kovács Ágnes történésznek köszönhetően közzétennie a megyei levéltárnak a Károlyi időszakról, amely a Szabolcsi vidéken keletkezett. Nem csak a Károlyi család életét és az akkori politikai helyzetet mutatja be, hanem azt is, hogy 1712 és 1724 között milyen volt az élet vidékünkön. Bennünket ért most az a megtiszteltetés, hogy Kovács Ágnes ránk bízta az ő kéziratát, mondhatnám azt is, hogy nekünk ajándékozta, hiszen a levéltárnak csupán arra volt lehetősége, hogy a Nemzeti Kulturális Alap segítségét kérje a kiadáshoz, és így lettünk mi ennek a kötetnek a kiadói. A publikáció a 18. század egyik meghatározó történelmi személyiségének, Károlyi Sándornak és feleségének, Barkóczi Krisztinának a levelezését tartalmazza. Az első és a második kötet kutató munkái több évtizedbe kerültek a történészeknek. Az első két kötet, amely a Károlyi Sándor leveleit tartalmazza, egyszerre látott napvilágot már 1994-ben, azóta aktuális tulajdonképpen, és engem nagyon nyomasztó adósság a feleség leveleinek a kiadása, amelyre két részletben került sor. Az első kötetet 2011-ben, tehát az 1711. évi szatmári megegyezés alkalmából sikerült kiadni. Erre inspirált is a Rákóczi Szabadságharc 300. évfordulója. És hát az eredeti tervekhez képest kicsit késéssel, de ez évben megjelent a második kötet, amely Barkóczi Krisztinának az 1711 és 1724 között, tehát a haláláig írott leveleit tartalmazza. Kötet 500 példányszámban jelent meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei levéltár gondozásában. A könyvbemutatókon és könyvtárokban olvasható, kereskedelmi forgalomban nem kapható.